Sziasztok, üdvözletem innen a Kelenföldtől. És amit most be fogok nektek mutatni, az Andol utcai vágányt. Ezt már felszedték, mert már nyomvonalból sok fog látszani, de azért be fogom járni. Hát a Fehérvári útig ma mindenképp, azt a folytatás lehet, hogy csak később fog jönni. Attól függ, hogy hogy haladok vele, de mindjárt meg is kutatom, hogy milyen helyzet. Valahonnan innen volt a kiágazása a fájútbalból, közben szemed kiel az eső, úgyhogy lehet hogy azért is most kicsit rövidre fogom. És itt, ahol ezek a talfák vannak, valahol így jött. De errefele. De látható nyoma már nincsen, mert ezt mondjam 2000 körül felszedték. Tehát már majdnem 20 éve. És itt jött végig. És ott valahogy egyenesen ment tovább. Hát igen, akkor még ez a vágány nem volt. Itt egyébként ez itt a 4-es metró járműtelepe, ahol most vagyunk. És ez az ide bevezető vágány. Hát igen, itt valahogy át kéne majd menni a túloldalra. Ez se lesz egyszerű. Főleg, hogy esik az eső és csúszik. Ja, de ott le tudok menni, ott van egy lépcső, úgy látom. Úgyhogy amott meg föl. És egyébként itt ment valahol tovább a vágány, és majd fogom nektek mutatni, hogy odáig átjutok. És egyébként azt mondom, 1998-ig használták teherszállításra. Ott a Szerémi út környéki üzemek. Ennek ott épületelemgyár, kábelgyár, stb. Talán még a kábelgyárt használta utoljára. Még 1998-ban, amikor már eléggé leromlott állapotban volt. És utána azért is szüntették meg, mert annyira rossz volt a felépítmény, hogy nem igazán lehetett, hogy a baleset veszélyes volt, mert a vonatot közlekedtetni. Közben átjöttem a túloldalra, és a vágány az itt jött, ott a gyümölcsös bódétól, tehát ott annak a helyén, és így, itt jött, itt volt a vágány végig. Talán egy-két nyoma itt még szerintem ezek a bazalt kövek, ezek még oda tartoznak, de itt ment egyenesen, és itt fordult el az Andol utcára. Talán itt jobban látszik a töltésnek a helye, itt a két utca között. Hát elvileg ez a része már az Andol utca, ez pedig a Kelenvölgyi, vagy Kelenföldi, vagy valamilyen hatásról. Most pontosan nem néztem meg, de igazából lényegtelen is. Tehát itt a két utca között itt volt a töltés, és így mentek a sinek, és ott a... De azt majd a közelemények megmutatom, inkább ott a kereszteződésnél ott fordult rá az Andol utcára. Ó, a V43-3000-es, ami ráadásul fekete. Na, cicc! És hogy valami tárgyi bizonyítékot is szolgáltassak nektek, itt egy sínszál. Nagyon látszik itt a gazba, de itt van, itt egy sínszál. Tehát valami azért még maradt az Andol utca iparvágányból. Mindegy, tehát itt most sétálok jelenleg a töltésen. Itt mentek a sinek valahol. Aha, és ott van még egy sínszál. Legalább nem mondható el azt, hogy semmi nem maradt az iparvágányból. Egyébként szemelkél közben az eső, meg itt nedves. Maga az egész töltés, mert nedves fűbe sétálok. Jó videó ér mindent, maga kevésbé jó ér is. Meg közben meg a lencsére is esik a sőt, hogy a lencsét takarítani. Jelenleg ismét a töltésen állok, és a vágány az, hogyha lehet hinni az elveszett sinek rajzának, akkor így fordult el az Andol utcára. Hát semmilyen nyoma nincsen, és csak az ajvédőfal mögött tudok majd sétálni, mert ott van a járda. Valahol még át is kéne menjek az úton, tehát na ott persze, hogy nincs zebra, mert még is lenne. Hát ott van egy, tehát ott tudok majd átmenni, és akkor az ajvédőfal mögött tudok csak sétálni tovább, de hát mondjuk semmilyen nyoma nem maradt már a vágánynak. Ugye azért ne tudok még visszafelé nézni, mert valahol itt ment át az úton, de valószínűleg ma újra aszfaltozták az utat, és hogyha meg is maradtak sinek az aszfaltba, azt már régen kibontották, vagy ráaszfaltoztak. Addig látszott a töltés, hogy hol jött, hát innestől már semmi nem látszik. De hát megyek tovább, aztán majd hátha. Andol utca kapcsán még ezt szokták emlegetni, itt a VT Adivának a telephelyé, de egyébként a vágány az itt ment, tehát a túloldalon ment el mellette, de erről még van említés a korábbi leírásokban is, amikor az Andol utca történetét ugye taglalják, hogy a VT Adiva telephelyé, hoppá, meg valami honvédségi teherautó volt. Hát itt ismét nagy dalány, hogy itt fordult el, vagy valahol még itt elrébb, de talán itt már jobban látszik majd a töltés itt az ajvédőfal mögött. És szerintem itt valahol a járda helyén mehetett, vagy...
vagy lehet, hogy itt a falon túl, és a... és itt az út mellett valahol, vagy pont a fal helyén, de az biztos, hogy valahol itt a, ezen az oldalon ment, és az út mellett. Hát ha volt is ott bármi nyoma a töltésnek, azt már alaposan eltakarították innen. Úgyhogy de most egyébként az a nyomvonal mentén haladunk valahol, rajta mellette, valamelyik irányba, balról vagy jobbról mellette, azt most nem tudom, de a nyomvonalat követem. De majd ha találok valamit, akkor majd ezt nem megmutatom nektek, de itt nem hiszem, hogy bármi érdemlegeset is lehetne még találni. Mondom, azóta is, hogy eltüntették, már itt többször volt, hiszen az Andor utcánál is volt felújítás, meg közben, amikor az Egér út ide épült már akkor, meg hát nem lehet, hát ez itt, azóta már bőven volt itt a reprendezés, és valószínűleg a nyomokat eltüntették. De valamint a járdában is volt egy ív, és most már kiment is szélre, de szerintem itt. Szerintem most állok a nyomvonalon, és errefele jött. Majd itt azért szétnézek, hogy hát, ha még valami bazolkő maradványt, vagy ilyesmit esetleg itt lehet látni, de hát nem úgy tűnik. Bár mondom, ez így gyanús, hogy ez a csík, hogy itt meghagyták. De szerintem itt ment valahol, itt. Na de mindegy, majd hogyha valamit találok, akkor majd jelzi. De szerintem a Fehérvári útig elmegyek úgy, hogy egy semmiféle nyomot nem fogok találni. Azért megpróbálom. Mondhatni, akkor menjünk azért elveszett vágányokat keresni, mikor jól esik. Látjátok. Most még éppen nem szakad az eső, csak szemerkél, de azért van. Itt vagyok azban a Tétényi útkereszteződésénél, tehát itt is átment a vágány valamikor, de itt úgy tudom, hogy a sima András keresztes átjáró volt, itt nem volt fénysodompó, mint a Fehérvárinál. Aztán meglátjuk, de egyébként látható nyoma eddig nem volt annak, hogy itt valaha vasút volt. Pedig itt valahol a zebra helyén vagy mellett haladt el a haladtát. Szerintem pont itt a zebrának a szélén. Hát egyébként most nem működik itt a jelzőlámpás kereszteződés, úgyhogy kicsit érdekes lesz majd itt átjutni. De hát, ugye átmegyek, és akkor nézzük a túloldalt. Nem kell, hogy itt már csak azért sem lehet semmit se találni, mert itt ahol parkoló épült a vágányok helyére, meg így letérkövezték, ott már biztos, hogy minden nyomot eltüntettek, még a töltést is. És egy darabig ez ilyen lesz, mert a Fehérvári út itt kb. Erre kell számolni. Úgyhogy szerintem most sima séta a Fehérvári útig, közben csinálok egy pár képet, aztán a régebbi képekből próbálok majd valamit összehozni. Meg esetleg a fentről pontos képen, és akkor talán jobban látszik, hogy merre ment. Na hát itt már azért látszik, hogy valahol itt mehetett a vágány ezen a szakaszon. Itt csak a fákat vágták ki, viszont tehát a parkolót mélyeket nem építettek a helyére. Tehát itt nagyjából, itt kivehető a nyomvonal, hogy merre ment. Megnézve, de hát itt látszik, hogy nyilván itt már volt azóta aszfaltozás is, tehát itt már nincsenek meg a vágányok. Vagy esetleg az aszfalt alatt jó mélyen. Nézem még, hogy talán valami ágyazatból vagy maradvány megmaradt, de nem úgy néz ki. Ugye, az szokott az utolsó dolog lenni, amit még esetleg észre lehet venni, hogy a sineket felszedik, esetleg a talpákat is felszedik, de az ágyazatot azt nem szokták, hogy ezt, vagy azt nem lehet ilyen maradéktalanul, tehát egy-két kiló az biztos, hogy ott marad. Csak hát időközben már valószínűleg ezek abbá, ugye vagy lehet. Ja nem, az túl nagy ahhoz, hogy ágyazott ki legyen. Azt az esetre majd kiderül, hogy találok-e valamit, szerintem nem fogok. Hát eljutottunk a Fehérvári úti, és most épp jönnek a villamosok. És hát itt ment a vágány, régebben itt ment keresztül, így ahol most a zebra van. És itt volt egy fénysodompó, ott a közepén, ott a villamosnak is volt egy, meg szerintem az autóknak is volt egy ilyen fénysodompója. Ez még 1998-ban megvolt, 21 évvel ezelőtt. Egy ícsé. Amikor 40-esen még szoktak járni. Közben haladtunk ám tovább a Galvani utcán, és a töltés, vagy a vágány az itt pont itt a bokornak a helyén volt, és itt volt egy kiágazás. Arrafele, itt be, a térkép szerint. Még ennek már semmilyen nyomát nem látom itt, de talán hát itt valahol, mert tovább lehetett a váltó, és valahogy
Itt volt egy kiágazás befele, de szerintem ez már korábban megszűnt. Még a vonalnak az életébe, ezért nincs róla semmi információ, viszont ha vettek egy pillantást a térképre, amilyen megmutatom, hogyha sikerül, azt mondja, hogy igen, tehát, hogy itt jelzi valóban a hogy így befele, arra fel a kiágazást. Hát erről viszont szerintem semmi, nem tudom, hogy itt akkor milyen üzem volt, szerintem most már teljesen más, és ráadásul nem is pont oda vezetett, hanem itt egy ilyen ívent, tehát szerintem az épület az odaépült a kiágazás helyére, azért nem látszik itt már semmi. És akkor, igen, csak nem tudom egyszer a kamerát is fogni, meg a térképet is mutatni, de tehát ott látjátok, hogy az itt még megyen beljebb, és nem is erre a telepre, ami itt van, hanem a másikra, ami ott a kereszteződés másik oldalán van, oda vezetett be, és egészen ott idáig lesz. A túloldalt megnézem, hát ha látok még valamit. Tehát eredmény a térkép szerint, hogy valahol itt az épület sarkát megcsípve jött így a vágány, valahol, ahol most állok, és itt be, és később vett egy kanyart, és ment egészen végig így be az utcába párhuzamosan, vagy az utcával párhuzamosan. Hát most itt úgyse látszik már semmi, meg nem is nagyon érdemes szerintem, még inkább haladok tovább, aztán itt nézem, hogy itt viszont szerintem még mindig itt ment a vágány valamikor, itt a járda mellett. És itt a következő kereszteződés, és itt is volt egy iparvágány kiágazás, ami szerintem ott jött egyébként itt a fa mögött, és szintén keresztezte ezt az utat. Tehát ez pedig igen, ez már a Szerémi út, ez akkor még nem létezett ez az út, amikor az iparvágány megépült. Később eszem, hogy csak a Lágymányos híd megépülte után épült meg a Szerémi út is, de hát itt valahol itt keresztezte, és hát nem tudom, hogy az út megépültével eddig visszabontották-e a vágányt, vagy még maradt, ennek utána kéne nézni, de valahol itt ment át az úton. Egyébként a fővágány meg ott ment tovább egyenesen. De és ez pedig már az épületelemgyárnak az egyik iparvágánya lehetett szerintem, de ezt majd kicsit közelebbről meg kéne nézni. Most át kell mennünk a túloldalra. Hát itt pedig nincsen. Jó, hát itt nincsen zebra, csak így kerülővel lehet megoldani. Úgy itt át, aztán ott át, és aztán meg majd vissza. Jó, hát látjátok, hogy valahol a vágány az itt ment egyébként, és ezen az oldalon nincsen járda, tehát azért sem volt errefele zebra, viszont a vágány az valahol itt ment. Hát nyoma az már nincsen, de ha elnézünk erre esetleg, de itt se, tehát jött az úton, és itt ment tovább egyenesen, és egészen majdnem a Dunapartig egyenesen ment, és időnként voltak belőle ilyen iparvágány kiágazások. Hát majd közben figyelem a térképet, és ahol iparvágány kiágazás volt, ott majd azt jelzem, de mondtam, vágány maradványra itt már nem érdemes számítani, nem lesz. Ez igazából egy elveszett vágány bejárás, ahol más ideg nincsenek. És egyébként egyre jobban esik az eső, tehát mondjam, hogy nem tudom, meddig lehet itt még menni. És szerintem itt lesz az ami épületelemgyár volt itt korábban, azt közben megnéztem. És lehet, hogy itt volt egyik iparvágány bejárat. Hát nem tudom, mi látszik még belőle, de ide azért benézek még, de szerintem vágányokat már fogunk találni. Hát, igazából egy nagy üres valasz. Ide majd később kéne visszajönni, amikor több időm is van, meg nem szakad az eső ennyire. Egyébként jó volt, ez a VVE épületelemgyár volt, és ez az iparvágány kapujának itt lehetett a maradványa. Tehát valószínűleg így jött be az iparvágány innen. És itt azért is van kihajva, igen, tehát itt volt a gyárkapu, és itt a vágány ment tovább, így errefele, egyenesen, de ennek már valószínűleg semmilyen látható nyomát nem talált meg itt se. Bár mondjuk ez talán itt jött valahol, hát nem tudom, de majd szerintem erre a területre majd vissza fogok egyszer jönni, mikor nem szakad így az eső,
meg több időm is lesz rá, mert most annyira időm már nincsen, mert már 16-ra már nyugatiba kell legyek. Viszont ezek a kövek, ezek szerintem még a vágányból maradtak meg. Ezek ágyazatkövek. Így ránézésre is, hát itt meg... Hát igen, ez meg szerint a... Na, azt nézzétek. Hát akkor nem egészen ott volt a vágány, ahol hittem, de... Nézzétek meg, betonaljak, tehát itt ment. Most már legalább ez biztos. Tehát valószínűleg itt jött tovább, tehát így itt egy enyhe ível így befordult, és így ment tovább egyenesen itt mögöttem. Ezek pedig szerintem lehet, hogy betonai maradványok. Hát kicsit benőtte a gaz, úgyhogy biztosat nem tudok róla mondani, de elképzelhető. És akkor itt most az iparvágánynak a nyomvonalán sétálok, itt egész jó kivehető. Itt a betonaljak megmaradtak. Aha, és valószínűleg ez itt a gyárnak a maradványa. És azt nézzétek! Ott egy gőzös. Meg egy vasúti kocsi is mellé. Na, ezt viszont megnézem közelebbről. Külön érdekesség a térképre nézve, hogy az Andor utcai iparvágány is volt erre elágazása. Nagyjából ott, ahol az a mozdony van, a gőzös. Itt befele ez a kábelgyári leágazás volt. Tehát, hogy még erre is ment az iparvágány. Egyébként azért érdekes, mert ezt például nem tudtam. Így is van, és egyébként arrafelé is volt egy kiágazása, de azt most nem tudom már megnézni. Mert annak sem marad semmi nyoma. Viszont itt errefele, itt ahol már beépült a környék, mondom, itt ahol a gőzős volt, ott meg a kábelgyár fele volt. És akkor és egy utcával arrébb még lehet, hogy meg lehet nézni a kábelgyár rakodót, majd egyszer megint erre járok, akkor meg is fogom. Vagy lehet, hogy addig ezt a videót föl se teszem, ameddig nem tudok visszajönni, és akkor amarról is alaposan szétnézni, hogy mi minden van még ott. Hát meglátjuk. Mindenesetre most lassan most már be kell fejezni, mert hogyha oda akarok érni a nyugatiba, akkor most már kell indulnom vissza. Meg hát egyre jobban szakad az eső, aztán meg kezdek nagyon megázni. És szerintem elég volt ebből ennyi.